Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk itt Beregfürdőben, szilveszter előtt egy nappal, és mögöttünk javában zajlik a Tepertő és Pörc Fesztivál. Erről beszélgetünk Galaci Antonival, az ötletgazdával. Hanyadik alkalommal rendezik ezt már meg? Harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a rendezvényt. Eddig volt rá pályázat, és most pályázati nélkül az önkormányzat és a szponzorok segítségével megtettük ezt, hogy a turistákat vendégcsalogatónak és a lakosság részére egy ilyen rendezvényt megtartsunk. Nem hagyományos disznótól tartanak, hanem kifejezetten tepertőre koncentrálnak, és különböző olyan dolgokat készítenek, hogy nem egy teljes disznótot lehet bemutatni. Gondolom pont azért, hogy olyat máshol is lehet. Nem szakácsok, hanem kifejezetten amatőrök csinálják ezeket a dolgokat, és úgy gondoltam, hogy egy kabátszalonnából többfajta terméket lehet előállítani. Elő lehet állítani abátszalonnát, zsírban sült szalonnát, tokaszalonnát, főtfejet, elő lehet állítani belőle pörcöt, elő lehet állítani belőle tepertőt. A legkelendőbb a tepertő. Ezek a így termesztett, vagy tenyésztette kocák, illetve anyadisznók már vékony szalonnával rendelkeznek, és most kifejezetten egészséges a disznó zsír, az összes zsíradék közül a legfinomabb. Tehát gondolom, hogy ezért van is mindenki, aki jön, hisz már reggel korán elkezdték készíteni az ételeket, de azért van itt birkapürkölt, hagyományos toroskáposzta, tehát azért mindenki megtalálja, amit neki ízlik. A turisták igényeit figyelembe véve Karcag és környéke a birkapörköltnek a hazája. Ezt nem hagyhattuk ki semmiféleképpen. Akármilyen rendezvény van, a birkapörkölt mindig megjelenik. Hát reméljük, hogy sokan jönnek, hiszen már gyülekeznek, és az éhesek kóstolgatják a hagymás vértől kezdve mindent, reméljük sokan eljönnek. Ez a rendezvény arról is szól, hogy ezek az emberek ezt a tudományt tovább fogják adni a fiatalságnak, hogy az utókornak megőrizzék ezeket az ízeket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Dr. Kenyeres Imrével beszélgettünk, hiszen az előbb ön vázolta, hogy milyen is egy jó disznótoros elkészítése. Ön kitől tanulta ezt hajdan? Hát én Redemptus cum Porast családból származok, akik reformátusok voltak, és bizony a családban szokás volt, hogy minden évben disznót vágtunk. Egyet, kettőt, hármat, ahogy éppen a igények, kívánalmak megkövetelték, és én ebben mindig gyerekként is, később már felnőttkor is mindig részt vettem. Hát gyerekként a kis tüzet ápoltuk, mert még akkor szalmával perzseltek, már felnőttként a fa tüzelésű perzselővel perzseltem, később megpróbáltam megtanulni a felbontást is, apám irányításával. És hát gondolom, utána pedig ön is ugyanígy végigvitte a családon, hogy a fia, és akkor utána bevonta őt is. Mai napokban tart még disznótolt, vagy inkább csak ilyenkor erre a fesztiválra jön? A mai nap már úgy néz ki, hogy miután a gyerekek távol vannak, ketten vagyunk a feleségemmel, nemigen vágunk disznót, azaz egy-két kiló friss húst azt meg tudjuk venni, de néhány évvel ezelőtt még, amikor összejött a család bizony, 200-220 kilós mangalicát vágtam. Egyszerűen azért, mert én úgy gondolom, hogy a halat, meg a csirkét zsírba megsütni, hát az sokkal finomabb, mint olajba, ott az ember elmázolja egyébként. Én zsírpárti vagyok. Meg mangalica párti, hiszen az előadásában is erről szólt, hogy mennyivel jobb, és hogy hogyan kell, tehát ehhez adott az itt jelenlévőknek tanácsokat. Kevesen tudják egyébként, hogy Karcagnak van kapcsolata a mangalicával, mert 1931-től 43-ig egy Kenyeres János nevezetű vitéz, nemes, dálnoki Kenyeres János volt az országgyűlési képviselője a térségnek, ez benne van a könyvben is. Ennek az édesapja az 1860-70-es években Mezőhegyesen a szerb szumadja sertésből tenyésztette ki a mangalicát. Egész olyan jól, hogy a Budapesten a Nagyvágóhídon már a századfordulón több ezer, vagy talán százezer nagyságú mangalicát vágtak, exportáltak, olyan jó minőségű és húsa volt. Kezembe került egy szakmai irat is, ahol
a mangalicát tenyésztésileg vizsgálták, tesztelték, és volt egy kenyeres törzs nyilván a tenyésztőjéről elnevezve, amelyiknek az akkori teljesítményi mutatói a mai állománynak is megfelelnek. És egyébként itt most ön nem tepetőt készített, hanem forralt borral várja a vendégeket. Ez valami saját recept? Kérem szépen, miután Pádár Éva kitalálta ezt a Töpöttyű Fesztivált, és engem megkért, hogy tartsak itt korszerű táplálkozásról előadást, és én miután eredetlen agrármérnök vagyok, viszont állattakarmányozáshoz annak idején nagyon értettem, bevállaltam, és van recept, igen. Ez akkor valami családi titkos recept, vagy azért aki kéri, annak elmondja? Nem titkos recept, érezni kell, hogy mi és mennyi kell, mert minden bor más. És az a bortól függően kell vele a bors, kis piros paprika seját egyébként, cukor, fahéj, szegfűszeg, ezt már úgy érezni kell, nincs leírva a receptre. De valószínűleg finom lehet, hiszen itt azért mindig sor áll, és mindenki kóstolja, úgyhogy reméljük, hogy sokan eljönnek és megkóstolják még a sok-sok finomságot, ami itt készül. Kérem szépen, ugye ez már a harmadik Pörth Fesztivál, úgy néz ki, hogy Beregfürdőn ez egy idegenforgalmi nevezetesség is lesz. Hát volt, amikor 150-170 liter forral bort mértünk szét egyébként, akkora volt a tömeg. Most úgy néz ki, hogy nem lesz annyi, hiszen karácsony és szilveszter között nem olyan kuriózum egyébként, mint máskor szokott lenni. Köszönjük szépen! Szép hely ez a Beregfürdő. Várjuk máskor is, én majd csinálok forralbort. Köszönöm szépen! Molnár Józseffel beszélgetünk, hiszen mögöttünk már javában fő a birka pörkölt. Milyen módra készül? Hát a karcagi, eredeti karcagi módra. Hát amiről tudni kell, a karcagi birkafőzők, ugye, ezt csak így tudják elképzelni, hogy ahogy kell. De gondolom, hogy nem ez az első, amit már főz. Nem. Hát idén ez a 15. Hát benne vagyunk, csináljuk, szeretjük csinálni. És hát azért, hogy Tepető Fesztiválra kijönni birka pörköltel, Tepető nélkül azért az egy kicsit ciki lett volna, úgyhogy itt is készül. Mellett egy kis tepető, az is sül, tehát egy jó adagra való, tehát ha már azért jöttünk, akkor legyen az is belőle. Itt az előbb hallottuk a reform táplálkozás kenyeres imlétől, és ő mindenáron a mangalicát dicsérte. Milyen tepertőt süt? Ez egy ilyen gyakorlatilag ilyen hagyományos tepertő, tehát nem mangalica. Hagyományos, hát ugye mangalica az nem mindenki tud hozzáférni, mert nincs annyira még elterjedve. De nem rossz ez sem. Ez is jó. És körülbelül mennyi idő alatt sül meg? Hát ez attól függ, mivel fűt, mennyi idő alatt. Tehát egy 2 óra legalább kell neki, minél tovább olvadjon, ne süljön, olvadjon, aztán meg szépen, tehát normálisan megsütni. Tehát megégetni, megsütni. Főzéstudományát kitől tanulta? Hát úgy rám ragadt az életem során. Tehát nem is tudom elmondani, hogy kitől. Nagyon régóta, nagyon szeretem csinálni, és szépen úgy rám ragadt. És egyébként szokott otthon disznót torozni? Egy hete vágtunk egy gyönyörű nagy disznót, minden hurka, kolbász, ahogy kell, kocsonya, minden karácsonyra, ahogy kell. Hát akkor reméljük, hogy mit összetalálkozunk itt. Hát, ha a Karcagi Birkafőző Fesztiválon ott lesznek, biztosan fogunk találkozni. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, viszontlátok! Rimaszombati Ferencné és férje egy toros káposztát készítenek, gondolom nem első alkalommal már. Már többször készítettünk ide is erre a Tepető Fesztiválra, 2011-ben pedig a Karcagi Böllér Fesztiválon is részt vettünk, ott is a zsűrizésnél ezüst helyezést értünk el, hát az egész csapat, mondjuk az egész csapat munka, de már nem először, igen. Nagyon megkedveltem, én mondjuk Nógrád megyéből kerültem ide, nem is ismertem ezt az étket, csak mikor ide kerültem az anyósomékhoz, és nagyon megkedveltem, és minden évben többször meg is főzöm. Úgy és hozzá dolgokat, hogy otthon kis adagba is meg tudjam csinálni. És van valami titok, akkor önnek van beleki titkot itt elárulták, tehát van valami speciális fűszer esetleg, vagy mi a titka? Speciális fűszerem nincsen, nekem az a titkom, hogy mikor a tepertőt kiolvasztom alá, akkor leverem a zsírt róla, ha nem kellőt, és akkor beledobom a hagymát, amit a kunságban nem tesznek bele, és úgy készítem fel a pörköltöt,
és amikor félfővésben van a hús, a pörkölt hús, akkor hozzáteszem a apró káposztát, arra teszek köménymagot, fekete borsot, egy pici kis csípős paprikát, és a tetejét meghintem karikára vágott hagymával. Igen, én pont akkor jártam itt, amikor a hagymát tettem, és nagyon furcsán néztek itt önre egy páran. Igen, hát én, nekem ez a specialitásom, és ezért más az én káposztás húsom, amit nagyon szeretnek. Többek között Hubainé Margitka is megkért, hogy az idén is főzzem meg. De hát gondolom, hogy akkor egy összeszokott páros szalakotnak a férjével. Igen, igen, igen. Mi ketten, mióta le vagyunk százalékolva, mi mindenhová ketten megyünk, egymást támogatjuk, jóban, rosszban. És kinek jobb a főzje? Hát papa mindig rám bízza, hogy én csináljam, és akkor ő megkóstolja, jóvá hagyja. Hát akkor ő adja meg az ízeket. Igen, igen, én vagyok a ízadó. Hát én jó munkát kívánok, hiszen úgy látom, nem soká kész van. Igen, nem soká készen van, és adjuk, aki jön, mindenki kaphat belőle. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Ifjú Kuny József felbeszélgetünk egy pár perccel, hívtuk innen a szép kis sülőmalacka mellől. Mit kell tudni erről, hogy először csinál ilyet, vagy ilyen speciális körülmények között, hiszen mindenki azt nézi, hogy nem szabadban van a malac. Igen, nem először csinálok ilyet. Már ez ebbe az évben a negyedik. Ebben a formában, ahogy most van, előtte nem volt ilyen teteje, hanem csak úgy szabad tűzön volt. Én úgy láttam, hogy az nem volt jó, erre rábeszéltek, újítottunk, és így jobb lett. És mennyi alatt készül el egyáltalán? Mekkora volt ez a malacka? Ez egy olyan 60 kilós malac volt körülbelül, és olyan 12-14 óra hossza kell neki, hogy megsüljön, átsüljön. Hát akkor ezt már tegnap elkezdték? Így van, ezt tegnap 22 órakor kezdtük el jobban mondva kipakolni, olyan éjfélre volt alágyújtva. Ez lassan, de biztosan, és egyébként mi a trükk, hiszen láttam, hogy keregette, ez valami speciális, ilyen mustáros dolognak, láttam olajos dolognak, valami speciális keverék, vagy egy ilyen általános? Igen, ez egy ilyen édesanyám által összeállított recept, amiben van hagyma, fokhagyma, vereshagyma, akkor egy kis majoránna, húspuhító, és ebből állnak össze. Hát akkor ez tényleg egy kun családmódra készülő malac, és körülbelül mikorra lesz még kész, mennyi híja van? Hát körülbelül olyan dél körülre leszedjük róla ezt a bodegát, na, és utána lesz szétmérve, és utána szét lesz mérve. És ennek mi a szerepe? Tehát annak, hogy ez most így egy kicsit jobban párolódik is, vagy mi azon kívül, hogy a szél nem fúj aztán a szét a hamut? Arra is, és a füst bepácolódik jobban. Akkor inkább az íze miatt lesz egy kicsit másabb. Ízek miatt lesz, és azért van ebben, hogy egyrészt ne fújja el, meg ízek megmaradjanak benne. Hát akkor jó munkát, hiszen azért van még mit csinálni. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!